Nem. Micsoda? Kinek itt? Ez a helyem. Örökítsek mindent. Egy jó kis kolbász, puha kenyér, annál jobb nincs. Meg egy jó kis kocintást is felvehet szerintem. Ne nézzél ilyenkor bele, hát nyugtass meg, hogy vaddisznó nincs benne, mert utálom őket. Nincsen benne vaddisznó, ez nem itt tényleg. Nincs? Van benne? Van. De jó lesz. De jó, bátyámnak láttam, egyből mosolyra húzódott a szája. Jaj, láttam a filmetekben, úgyhogy hogy a nyúl megharapott, itt ígérem, a vaddisznó nem fog megharapni. Nem fog megharapni, jó van, mert előre izgulok. Teljesen biztonsággal mondhatom ezt a dolgot, úgyhogy. Aha, jó van. Na, jöjjünk, kinézünk a lesre, meglátjuk, hogy mi a helyzet. Már te lesz csodálsz. Megyek, ha látod, csak beszél ide. Kíváncsi lettem, hogy mire is számítsak. Most arra kell számítani, valószínűleg az erdőse. És így nincsenek zavarva a vadok. És ezt kézzel hordják ide ki? Hát képpel kihozzák és kézzel felteszik. Vagy onnan fentre felrakják ennek a tetejére, és ezt a nyílásokon bedobálják. Nem talicskával hordják idáig. Nem, meg nem a hátukon. Hogy lehet? Na jó, mit tudom én, hogy hozzák? Ah, van itt igen hely. Na ez a tegnapi bála, amit kitettünk, és az éjszaka ennyire szétszették a vodak. Ez komoly. Nagyon éhesek voltak. Éhesek voltak, ja. Mint amikor te otthon megéhezett, és kb. Így csinálsz szétszett. Csak egy szákolvászt tudok már enni. Igen. Ez a kőtenger. Aha. Ennyi jó. Mik ezek? Úgy néz ki, mint valami negró cukor. Tomi, ez szarvas. Kaka. De ha gondolod, megkóstolhatsz egyet, itt van. Á, köszönöm, nem. Ez a szarvas, ilyet bogyózik. Igen? Gimszarvas, aha. Hát, hogy... Hát nem, mert hóban. Így a hóban nem látod, de így megfordítom, már lát. Fantasztikus. Kell hozzá tapasztalat. Mert kell hozzá na még egyszer, kell hozzá véteket, azt akart ki az ujjad, a balódat, úgy mehet. És kicsit magad fel. Itt fakítunk. Itt mutatom, hogy ide. Tudom, igen. Nem, hova akarsz? Nem, honnan tudja most? De itt mutatom, hogy itt. Igen, ott a két. Mehetett fel erre? Balra a fánál. De itt szeretnék menni. Nem baj, utána ott mész. Ezt megállhatsz nézelődni. Jó. Maradjunk, nézel így. Távcsövezzél. Ne nézz ide. Távcsövezzél. Na, ott voltunk annak a hegynek a tetején. Hát nem egyszerű kis túra volt ez nekünk. Hú, jó rendesen elfáradtunk. Nagyon jó őszemék lehetnek, mert egyszerűen képtelenség a közelükbe kerülni, így cserkelve se egyszerű. Amint meglátnak messziről mozogni, már is tovább állnak. Jó? Egy fogd meg a szincs ki az egészet. Nem. De. Úgy egy lassan haladunk. Fogd meg egy jegyvedröt és szincs ki úgy, ahogy szoktad gyárod. Hogy? Jól sikerült. A muflónoknak kell télen a kaja, oda is úgy van, pontosan. Oda is. Miért fontos csongietetni? Hát azért, mert hogy ne halljon őt itt meg. Ne, igaz? Mert télen nem találnak maguknak füvecskét. Fontos, hogy a gyerek kukoricál. Ez mennyi van. Igen, gyere, szórjál meg nekik. Jó. És hogyha sokat esznek, akkor kibírják a hideget, igaz? Igen. Akkor jó. Ott is állsz a fele is. Ógy. Honnan jönnek be akkor? Erre is még itt előre, jó? Ha nem akarod többé feltenni a kérdést, hogy mikor lesz új rész, akkor idén ajánld fel adód 1%-át, és ne várj másokra. Szólj a szüleidnek, barátaidnak, és közös összefogással tegyél azért, hogy legyenek új részek.